Új sorozatot indít útjára a Pápavárosi Televízió. A Zeneóra című magazin műsorban a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskoláról tudhatnak meg többet nézőink. A két hetente jelentkező rovatban az egyes tanszakokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, a tanárok és a diákok segítségével. A sorozat első részében az egyik legnépszerűbb, a gitáros tanszak mutatkozik be. Azért hívtuk meg a Városi Televíziót intézményünkbe, ide a Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolába, hogy egy kicsit bemutassuk pápai lakosoknak, a pápai tanulóknak, hogy mi is történik nálunk a zeneiskolában. Biztosan nagyon sok embernek van valamilyen élménye zeneiskolával, a zenével kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy nem ismerheti mindenki, hogy milyen munka folyik az intézményünkbe. Számos olyan hangszert tanítunk itt, amiről lehet, hogy nem is gondolják Pápán, hogy a gyermekek itt ilyen hangszereket tudnak tanítani. Ezért szükségesnek tartottuk, hogy egy olyan kéthetes rendszerességgel bemutassuk azokat a hangszereket, amiket tanulhatnak a gyermekek, sőt, akár a felnőttek is a zeneiskolai keretek között. Ide bárkit szívesen fogadunk, és akkor akár később egy olyan maradandó élményt tudunk neki okozni, hogy később zenekarba, vagy akár csak magától zenéjen, vagy esetleg baráti társaságban kedvet kaphasson ahhoz, hogy zenéjen. A gitártanszak az egyik legnépszerűbb és legnépesebb tanszak a Bartók Béla zeneiskolában. Nagyon sokan választják ezt a hangszert. Illés Csaba tanítja a növendékeket, nagy tapasztalattal, empátiával, szeretettel. Gyerekek, akkor a mai órán, hogy látom, a Dökhol menüettet hoztátok, mint gitártrió, ugye? Nézzük meg a darab első 8 ütemét. Meghallgatom, jó? Ugye 3-4-3, de előre számolok. 1-2-3. Kitti, te a szólista, ugye te játszod a fődallamot. Mutasd meg nekem, légy szíves, az első 8 ütemet még egyszer. Egy picit próbáld meg éneklőbben játszani. Ez azt jelenti, hogy hosszabb hangon. Tehát mutatom az elejét. Ez a rosszabbik megoldás. Így szeretném inkább hallani, hogy... Jó? Annak a... intézménynek lettem a tanára végül is, ahol növendék voltam annak idején. Én hegedűsként kezdtem itt a Bartók Bélában, még a másik helyszínen, vagy a másik épületben, a kastélyban. Aztán a gimnáziumi éveim végén döntöttem végül is, hogy zenész leszek, tehát elég későn. És akkor ugye mind hegedűsként kerültem Győrbe. Én jogász akartam egyébként lenni világéletemben 18 éves korom még, és akkor ott valami történt velem. Aztán a zene mellett döntöttem, és talán nem döntöttem rosszul. És akkor a győri főiskolai éveket már brácsicsaként fejeztem be, de a gitár mindig kísérte az utamat végig. Aztán egy hosszú németországi szalon zenekari lét után csöppentem vissza Magyarországra, hazatelepültem, és akkor egy véletlen találkozás folytán kerültem ide, mint gitártanár. És azóta, idestóban már 14 éve foglalkozom ezzel a műfajjal. Mint minden órát, mivel kezdjük az órákat? Skálát, így van. Kérek szépen egy C-dur skálát, jó, egy oktávon, 5. fekvésben. Lassabban és hosszabb hangokon, jó? Vissza. Köszönöm. Picit lehet több hang vagy, jó? Arra kérlek, hogy ugyanezt játsszuk el, most minden hangot négyszer játsszál, 16 odokban, tehát így hogy? Váltott engedésre, és a végére pigyessze oda, tegye oda egy C-dúrt, jó? A skála után. Jó?
szeretném egyébként hallani. Vannak iratlan szabályaim, amit most már egy ideje betartunk minden növendékemmel, mint a sportban, alapozás, tehát azt jelenti, hogy skálázás, pici pengetés, üres húrokkal, tehát ugye meg kell alapozni a bemelegítést nálunk is, és aztán jönnek a darabok, és az óra végén, hogy úgy fogalmazom, mindig az óra vége elhajlik egy picit a könnyű zene irányába, mert ugye a gitár specifikusságából adódóan nem lehet megkerülni a könnyű zenét. Tehát ezt a bizonyos zenei hidat, amit már néha elmondtam interjúkban is, hogy én próbálom a tanításban belecsempészni, szerintem sikerrel, hogy a komoly zene és a könnyű zene kapcsolatát egészséges arányban ötvözve megtartsuk. Mivel Dixieland, és tudom, hogy te szeretsz játszani banjón. Mi lenne, ha megpróbálnánk ezt a stílust, most nem gitáron, hanem banjón játszani? Jó. Nagyon jó. Könnyű megtanulni idézőjelben a gitáron egy bizonyos szinten, mondjuk az a bizonyos tábortűz feeling, hogy így fogalmazzam, ez elég könnyen elsajátítható. A növendékek ott esnek egy picit kétségbe, illetve gondolkodnak el, hogy egyáltalán folytassák-e, amikor a következő lépcsőfokot kell megtennünk, mert onnantól kezdve mindenki rájön, hogy ez a hangszer is épp olyan nehéz, mint bármilyen más hangszer, egy rendkívül komoly mentális, intellektuális tréning. De egyébként mindenkinek ajánlhatom, és van még egy nagy előny a gitárnak, hogy kevésbé korhoz kötött. Tehát ezt el lehet kezdeni akár nyugdíjas korban is, épp úgy, mint fiatal korban. Most? Vissza. Azaz. Táncos? Köszönöm. Hát én 2 éve kezdtem el gitározni, és nagyon érdekesnek tartottam ezt a hangszert, és ki akartam próbálni, mert nagyon tetszett maga a hangszer is. Még a keresztanyukám gitározott, és mesélte anyukám, meg ő is mesélte, és megtetszett, és onnan is jött ez az egész dolog. Levente több versenyen is sikerrel szerepelt már, ha hétközben nem is sikerül, azért hétvégén szakít időt a gyakorlásra. Mint mondta, Csaba bácsi nagyon jó tanár. Repül az idő a gitárórákon. Mindig nagyon jó, boldogak vagyunk, mindig minden darabot részletesen eljátszunk, Csaba bácsi mindent így jól megmutat. Akkor nézzük meg ezt a fülelészt, ugye, ami zongora darab, mutasd meg az elejét, ugye te kezded. Nem baj. Figyelj, egy picit lehetne lassan, jó? Picit próbáld jobban átélni. Jó? Picit legyen benne több hullázás, jó? Nézzük meg még egyszer, és akkor én már fogom kísérni. Az első évek után mindenkinél van egy pici hullám, vagy úgy vettem észre. Én ezt a műfaji sokszínűség keverésével próbálom elérni. Tehát igyekszem olyan könnyűzenei darabokat is adni a növendékeknek, amiket kifejezetten ők kérnek. Ezáltal picit felszínen tudom tartani azt a fajta érdeklődést a hangszer iránt, ami szükséges. És ezáltal mindig belecsempészem nyilván azért a komoly zenei darabokat is, de a kor előre haladtával azt vettem észre, hogy a növendékeim egy része azért a könnyű zene felé orientálódik. És még egy fontos dolog, hogy ez a hangszer is közösségi hangszer. Tehát mindenképpen egyre többet játszunk mi is kamarában, trióban, és hát már szeretném, hogyha úgy alakulna itt az élet, mert volt már rá példa esetleg egy rockzenei együttest alapítani, karöltve az ilyenek tanszakkal.
Két hét múlva ismét zeneóra, akkor az ütős tanszakkal ismerkedhetnek meg nézőink.